Fény- és hangjelzéssel figyelmeztet a rendszer a magas széndioxid tartalomra a Pécsi Borászati Kutatóintézet pincéjében. Ezzel egy időben beindulnak a ventilátorok, hogy csökkentsék a gyilkos gáz koncentrációját. Ez persze nem valós, hanem egy próbariasztás volt. Épp hogy Szabó István borászati osztályvezető mutatta meg, hogyan működik náluk ez a biztonsági rendszer. A pincében erjed a must a cukorbontásából alkohol és széndioxid, vagyis must gáz keletkezik. Ez bugyog ki az üvegekből, és kerül a pince levegőjébe. Ez a folyamat okoz évről évre rosszul létet, vagy akár halált is, ha nem figyelnek erre a gazdák. Érdemes investálni egy széndioxid érzékelőre, egy mérőre, mobileszközök is rendelkezésre állnak. Ha valaki önmagánál tart, beteszi a zsebébe, akkor jelez, amikor magas a széndioxid tartalom, és akkor azonnal el kell hagyni a pincét. Emellett értelemszerűen föl kell szerelni a pincéket a szellőző rendszerrel, relatív kis költséggel meg lehet oldani már egy ventilátorral, ami a széndioxidot eltávolítja a pincéből. Egy liter erjedő must csaknem 42 liter széndioxidot termel, amíg van benne cukortartalom. Ahogy az eredés folyamata befejeződik, akkor a széndioxid termelés megáll, onnantól kezdve nem veszélyes egy pince, ez általában november végére be szokott fejeződni. Addig azért folyamatosan figyelni kell. A zárt térben összegyűlő mustgáz oxigénhiányos állapotot idéz elő, ami rosszuléthez, szédüléshez, hányingerhez, mentális zavarokhoz vezethet. Nagyobb koncentrációban cselekvésképtelenné tehet, fulladást okozhat. A széndioxid nehezebb a levegőnél, így a pincék alsó rétegeiben gyűlik fel. Ezért különösen veszélyes a kisebb gyerekekre a magasságok miatt. De a felnőttekre is hathat, ha lehajó elesnek. Ezért érdemes ellenőrizni a mustgáz szintet az erjedés időszakában. Ha lehet, akkor ne csak gyertyával tegyék ezt a szőlős gazdák, hanem mérőeszközzel is.